hogyan jöttek be a válogatotthoz, neked milyen volt az elmúlt hetek, hónapok után a kedved, illetve szóba került még a társakra, ide az elmúlva a mostani időt? Persze szóba került, azért beszélgetünk a klubcsapatokról itt a táborban és a többiekkel. Azért azt gondolom, amikor ide belép az ember, minden problémát ki tud zárni. Különösen ugye, amit beszélünk már évek óta, hogy szenzációs hangulat uralkodik a csapat körül. Ez úgy azt gondolom, minden játékosnak segít abba, hogy ki tudja zárni az esetleges klubcsapatokbeli problémáit vagy nehézségeit. Ez nálam sem volt másképpen, úgyhogy teljesen tiszta fejjel, és azt gondolom, hogy pozitívan érkeztem meg én is. Mondhatjuk, hogy egy szempontjában sikeres idényen vagy túl? Játszottál, odaértetek a rájátszásra? Klub szempontból azt nem tudom mondani, hogy sikeres, mert nem értük el azt a célt, amit csapatként kitűztünk. Én személy szerint egyénileg szerintem egy jobb idényt zártam, mint mondjuk tavaly. Nem tudom azt mondani, hogy jó, tökéletes idényt, mivel nem annyit játszottam, amennyit szerettem volna, de mindenképpen a tavalyi szezonhoz képest előreléptem. Így a válogatott meccsekkel, a kupa meccsekkel és a bajnoksággal együtt egy ilyen 20 meccs most a lábamban van, ami azért a tavalyi 5 meccshez nagyon nagy előrelépés, úgyhogy egyénileg szerintem sikeresen zártam. Igen, szerencsére azért ugye csak egy összeszadást hagytam ki, különböző okoknál fogva, ugye nem játszottam a csapatomba. Szerencsére ugye egy rövid időszakot leszámítva, utána gyorsan visszakerültem a csapatba, és tudtam olyan teljesítményt lerakni, hogy a kapitány számítson rám a mostani összetartáson. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás volt számomra, hogy jól dolgoztam az utolsó pár mérkőzésen. Ezt megelőző két igényben elég sok sérülések voltak, betegség hátrát adott a játékban, most azért az elmúlt időszakban elkerültek ezek. Érezhető ez az erőnlétedben a formában is? Igen, mindenképpen a tavalyi nyáron változtattam mind az étkezésemen, mind a felkészülésemen, az erőnléti edzéseimen, és nagyon nagy szerencsémre egy új stáb is jött Parmába, ahol tényleg változtattunk ezeken a dolgokon, mindent kielemeztünk, hogy kellene csinálnom, és azt követve szerencsére eddig elkerültek ebben az évben a sérülések. Már a hétfőn az ellenféllel foglalkoztunk, tehát tudjuk nagyon jól, hogy milyen mérkőzésre számíthatunk Montenegróba, tehát iszonyatosan nehéz mérkőzés vár ránk, mind az ellenfél, mind esetleg a körülmények, a pálya, a nézőtérről érkező, ugye csak 500 néző, idézőjelben csak 500 néző kísérletel minket hazai szempontból. Biztos, hogy nem lesz baráti a fogadtatásunk. Erre már hétfőtől felkészített minket a kapitány, és nyilván taktikai szempontból is már 100%-osan erre a mérkőzésre fókuszálunk. Gondolom egy szép napra születésnek ajándék lenne, hogyha egy év a kettőre jutnál a válogatott csapatterén. Mindenképpen, természetesen minden játékosnak, aki itt van, az a célja, hogy minél többet ott tudjon menni a pályán, esetleg perceket, egy egész meccset csereként beállni. De szerintem ez olyan, hogy erre rá kell szolgálni, és hogyha megvan az a bizalom is, és teljesítmény, akkor ez úgyis magától fog jönni, ezért csak tenni kell. Mennyire foglalkoztat, vagy mennyire tudott abszolút kizárni azt, hogy mi lesz veled, mi lesz a sorsod, maradsz-e a Honvédba, ha jól tudjuk, akkor erre kicsi az esély, ezt mennyire tudott kizárni? Igazából profi játékosoknak azt gondolom, hogy ezt ki kell zárni. Nyilván emberek vagyunk, tehát gondolkozik rajta az ember, de azt gondolom, hogy nincs olyan játékos a keretben, akinek esetleg fél évente ne kerülne, vagy ne röppenne hír az esetleges játékozásáról. Ezt tudni kell kezelni. Azt gondolom, hogy én sem vagyok már mai csirke, úgyhogy én szerintem különösképpen tudom ezt a szituációt kézben tartani. Maradsz Olaszországban, és biztos, hogy azért kapcsolatot várni előtt.
Igen, ugye ez amit a Szapi is mondott, hogy minden játékosnál ez úgy van, hogy minden fél évben, amikor vannak az átigazolások, vannak lehetőségek, ezeket én át fogom nézni, de most 100%-osan csak ide koncentrálok.